Kegyelem nékünk és békesség Istentől. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a március 15-i ünnepi megemlékezés Baktalo rendházán. A városnak különleges kötődése van az 1848-49-es eseményekhez, ugyanis itt élt Szabolcs vármegye főispánja, Kossuth Lajos kormánybiztosa. Sajátos ünnep számunkra a március 15-e. Egyrészt azért, mert a település kastélyának tulajdonosa és birtokosa volt Gróf Degenfeld Imre, aki Kossuth Lajos kormánybiztosa volt a 48-49-es szabadságharc alatt. Másrészt pedig azért, mert a róla elnevezett Degenfeld kastély 21 év vajódást követően a mai napon nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Egy interaktív múzeumot szerettünk volna létrehozni, és úgy gondoljuk, ez sikeresen megvalósult. 560 millió forintból sikerült ezt a fejlesztést létrehoznunk. Az istentisztelet után Gróf Degenfeld Imre szobrának koszorúzásával kezdődött az ünnepi műsor Baktalo rendházán, majd a kastély is megnyitotta kapuit a látogatók előtt, ahol többek között egy feliratos falvédőkből összeállított időszakos tárlat várta a látogatókat. Különböző szőtteseket, különböző terítőket láthatunk, amely bemutatja a mai fiatalabb kornak a számára részére azt, hogy mi az, ami elvárható a családok vonatkozásában, férfi és nő kapcsolatában, és mi az, ami az Istentől lehet kapni. Ezek szépen különböző terítőkre fel vannak hímezve, fel vannak varva, és ezen nagyon sok segítséget nyújthat a mai kor emberének. A Kastély Múzeum interaktív tárlatokkal, játék lehetőségekkel, valamint állandó kiállításokkal várja a látogatókat.